tanórán a preszokratika fontosabb gondolkodóinak tanításaival ismerkedhetnek meg a diákok úgy, hogy az egyes gondolatokat, példázatokat, irányzatokat személyes tudássá formálhassák, valamint képesek legyenek azokat korrekten értékelni, megítélni, és ami a legfontosabb, személyes világszemléletükbe szervesen, kritikai módon beilleszteni. A diákok ebben a témakörben vagy semmilyen információval nem rendelkeznek, vagy csak felületes, sztereotíp ismeretekkel találkozhattak eddig. A diákoknak olyan módszereket, eljárásokat, megoldásmódokat kell kiötölniük és alkalmazniuk, amelyekkel személyletessé tehetik teljesen tájékozatlan társaik számára az adott problémákat. A tanóra során nem csak ismereteket térképeznek fel, hanem ezeket kisebb vita keretében ütköztetni is tudják, illetve egymás ismereteit kiegészítve, tovább gondolva, a tanóra végére átfogó képet rajzolnak az adott korszak filozófiai szemléletéről. Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai órán a preszokratika rejtelmeiben mélyedünk el egy kissé. Megpróbáljuk életközelivé és egy kicsit szemléletesebbé tenni ezeket az elvont gondolatokat. Most mielőtt még nekifutnánk a nagyobb ívű gondolatoknak, egy kicsit röviden ismételjük át, amit már a preszokratikázól innen-onnan tudunk. Ezt használjuk fel, ezt a gondolat térképet. Én már elkezdtem csinálni, a legfontosabb fogalmat, a preszokratikát már föl is írtam. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy akinek van némi nemű ismerete, ötlete, az legyen szíves, fáradjon ki, és akkor itt a notebooknál írja be a megfelelő fogalmat, akár sorrendben is haladhatunk. Ki kezdi? Aki a legbátrabb a vidéken. Gyere, Zsófi, akkor... pedig ugye másképpen látják a világot, őket ugye egy másik csoportba foglaljuk. Most ezt így végig tekinthetjük, ugye van, aki változónak mondja, van, aki változatlannak. De ez nagyon absztrakt, nagyon elvont, úgyhogy azt kéne bemutatnunk tulajdonképpen, hogy ez mai ésszel felfogható, vagy felfoghatatlan, vagy egyáltalán észlelhető-e, vagy csak úgy elmegyünk a világ dolgai mellett. Úgyhogy most a következő lépésben, csoport keretei között, akkor néhány problémát ragadjunk ki. Jó? Mindenkinek van egy-egy kedvenc problémája, és ezt próbálja meg nagyon röviden, szemléletesen bemutatni, hogy ez a probléma manapság hogyan jeleníthető meg. Jó? E-learningen megtalálhatók a konkrét feladatok. A kellékeket megtaláljátok az asztalon, és akkor gyertek bátran, és kezdjünk akkor majd lassan hozzá. Tehát minden csoportból jöjjön ki az, aki valamiféle elemet kell, hogy keressen magának. Akkor megkérdezném, hogy az A csoport tudná-e kezdeni? Jó, akkor lányok, legyetek szívesek, fáradjatok ki, és akkor mindenkitől azt kérem, hogy határozza meg, hogy milyen problémát fog megoldani és bemutatni, és utána értelmezzük majd részint közösen. Jó? Miközben dolgoztok, még annyit türelmet kérek a lányoktól, hogy találtok egy keresztrejtvényt az e-learningen belül, amely keresztrejtvényben azok a kulcsfogalmak és nevek szerepelnek, amelyeket itt látható, hol is, itt látható, erre rákattinthattok. Menet közben ezt próbáljátok megoldani, amikor találkoztok az ismerős fogalommal. És akkor, ha jól látom, Anaximenész problémáját követjük nyomon. Tietek a terep, többieket figyelemre kérem. Tehát a mi feladatunk megbizonyítani egy kísérlet segítségével Anaximenésznek azt az állítását, hogy szerint a világ alapja. És meg szeretném titeket kérni, hogy segítsetek ebben, vagyis
A kísérlet során az lesz a dolgotok, hogy vegyetek egy mély levegőt, és lássátok bent, addig, ameddig tudjátok. Visszaszállok. 3, 2, 1. Na hát az ember többsége most már nem tudja vizet tartani, ha jól látom. És ez ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy az élőlényeknek, tehát az embereknek, a növényeknek, az állatoknak feltétlenül szükségük van a levegőre az élethez. Egy kis ideig ugye kibírják le, de ez feltétlenül szükséges hozzá. És hát meg szeretném mutatni, hogy hogy lehet az, hogy egy élettelen tárgynak is szükség van a levegőre. És hát például ezt az élettelen tárgyat fogsz hozzá felhasználni, és hát látjátok, hogy milyen életidán pedig van élettel. Most és közép ugye Zénon is. Ők úgy gondolták, hogy a körülöttünk lévő világ, ez változik, ám ez egy látszólagos világ, és emögött van egy másik valódi világ, ami viszont állandó. És ez látszik a képen is, hogy vannak kiválasztott bölcsek, akik kitekinthetnek ebből a körülöttünk lévő világból, és megláthatják a valódit. Akkor ugye Zénon ezt a körülöttünk levő világ látszólagosságát, ezt magának a mozgások a cáfolásával próbálta bebizonyítani. Hát ugye apóriákkal, 4 apóriája volt. A második apóriája, az pedig Ahilleuszról és a teknősbékáról szólt. Ugye ezt így mindannyian tudjuk, hogy Ahilleusz nagyon gyors volt, egy teknősbéka meg nyilván nagyon lassú. Na, most ők versenyeztek, és a teknősbéka látható, hogy előnyt kap. És Ahilleusz még nyilván bármennyire gyorsából azt állított, hogy soha nem fogja utolérni a teknős béket, ugyanis az alatt az idő alatt neki meg kell tenni először is azt az utat, amit a teknős béka előnye okozott, és ez alatt az idő alatt a teknős béka viszont megteszi a saját kis útját, és így megy ez a végtelenségig, és ezt így soha nem azt eredményez, és soha nem érheti úton. Ez majd mi most csináltunk erről egy másik videót, ezen így hát testüzeiben látszik majd ez az egész. Van egy gyorsában egészséges emberünk és egy lassabban vicegő sánta. Ugye látszott az előbb, hogy az előny megvolt, hogy az egészséges ember gyors, és így mindjárt látszik az is, hogy a sánta viszont lassú. Láthatjuk, hogy a mozgás az abszolút relatív, abszolút a viszonyítási rendszertől függ, tehát önmagában nem létezik, tehát nincs is. Köszönjük szépen! Megpróbáljuk végigkövetni, hogy mindaz, amit itt láttatok, megtapasztaltatok, az vajon tényleg az elmétekbe kicsit mélyebben is elült. Úgyhogy a szavazó rendszerbeli egységet kapcsoljátok be, légy szíves. És azért játszottunk egy picit, hogy lássuk, hogy ezek a mélyen gondolkodó elmék, ezek nem csak elvont gondolatokat tudnak megjeleníteni, hanem nekünk is tudnak üzenni. A nagy felelősségünk és a nagy kérdés az, hogy mi ezt meg tudjuk-e érteni, és közvetíteni tudjuk-e a többiek számára. Ha megértettük, akkor utána már az a nagy kérdés, hogy hogyan bánunk ezekkel a gondolatokkal,
be tudjuk-e építeni a saját életünkbe, meg tudjuk-e cáfolni, akarjuk-e cáfolni őket, vagy nem. Hát ez már egy életprojektnek a része, ezt most itt nem visszük végig, majd a 40 éves osztály találkozón. Köszönöm szépen a munkát és a figyelmet is!